Rendészet is tanulók tartanak bemutatót Tiszavasvár és Porcsarnokjában. Mintegy 30 helyi és megyebeli céggel együtt azért érkeztek ide szerda délelőtt, hogy bemutassák mások mellett a gépgyártás technológia, fodrász, a honvéd vagy a rendőr szakma szépségeit. Sok munkahelyen szembesülnek nagy fluktuációval, erre is egyfajta megoldást kínálhat egy-egy ilyen esemény. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatal generációt is megszólítjuk, mert bennük látjuk a jövőt, hiszen nekik is kell majd pótolni a cégtől esetlegesen nyugdíjba vonuló kollégákat. A tiszavasvári cégek arra próbálták felhívni a több száz részvevő fiatal figyelmét, hogy helyben is el tudnak helyezkedni, ehhez azonban jó szakembernek kell lenniük. Ahhoz, hogy ezt felmérhessük, itt felveszük a kapcsolatot azokkal, akik érdeklődnek, akiket érdekel a munkavilága, és utána nagyon szívesen meghívjuk őket akár egy nyári munkára vagy gyakorlatra hozzánk a céghez, ahol pénzt is kereshetnek, kipróbálhatják magukat, és mi is megismerjük őket. És utána már konkrétan meg tudjuk szólítani, hogyha szükségünk van egy szakemberre, egy heggesztőre, egy gépi forgácsolóra, csőszerelőre, lakatosra. Tudjuk, hogy kihez kell, ki az, aki a fiatalok közül már kipróbáltunk, ismerjük, tudjuk, hogy fejlődőképes. A település polgármestere szerint is arra kell megoldást találni, hogy ne az elvándorlás legyen a jellemző, hanem helyben maradjanak és dolgozzanak a fiatalok. Erre egy nagyon jó példa most az egyik futópályázatunk, az Esély és Otthon nevű pályázat. 7 önkormányzati lakást újítunk fel többek között ebben a pályázati konstrukcióban. 18 és 35 év közötti fiatalokat, fiatal párokat tudunk támogatni, akár lakásvásárlási támogatással, tehát ebben a pályázatban több forma van, akár munkába járási támogatással, vagy valamilyen más formájú támogatással, hogy itt Tiszavasváriban maradjanak. A térség országgyűlési képviselője a járásban tapasztalható munkanélküliségről is beszélt. A 6-7%-os mutató az országos átlag felett található. Mint mondta, ennek az is az oka, hogy a szakképzetlen munkaerő nehezen tud boldogulni a versenyszférában. Akinek viszont szakmája van, és itt az is kiderül, hogy melyek a hiány szakmák, amelyet keresnek, ösztöndíjat kapnak a diákok, ha a szakképzésbe lépnek be, és gyakorlatilag tanuló szerződéssel a gyakorlati képzőhelyeken pedig biztos jövedelmet kapnak, ha elvégzik a szakmát, akkor pedig a cégek keresni fogják őket, és biztos megélhetéssel rendelkeznek majd a fiatal családok. Ezt az autót, sőt még egy Lego kockákat mozgatni képes robotot is megcsodálhattak a döntően 8-os, valamint végzős középiskolás tanulók. A 10. alkalommal megrendezett állásbőrzét és nyílt pályaorientációs napot a helyi szakgimnázium hirdette meg, amely évről évre nyomon követi, hol folytatják a náluk végzett középiskolások. Örömmel mondhatom, hogy a mi tanulónk elhelyezkednek, tehát zömmel nem a továbbtanulást, vagy nem egyből a végzés utáni továbbtanulást választják. Többen szereznek mérnöki diplomát, de évek múlva esetleg levelező tagozaton. A gyakorlat az azt mondhatja, hogy a döntő többség az elhelyezkedik a vállalatoknál. Az iskolában egyébként gépészeti technikum elvégzésére is lehetőség van. Ezt a képzésüket is népszerűsítették az esemény keretében. Ebben a szakmában nagyon szeretem azt, hogy tervezés, lehet tervezni, alkotni, és akkor az alkotóvágyamat képes vagyok fejleszteni is akár. A nap folyamán rengeteg helyi és környékbeli fiatal és vállalkozás került kapcsolatba egymással. Előbbiek közül sokan kaphattak iránymutatást a jövőjükre nézve. Egy konferencia keretében pedig a szakképzés 4.0 program elemeit is bemutatták, köztem modern technológiákat, e-learning tananyagokat és más digitális tartalmakat.